Mi estét kívánunk, folytatjuk a Mi Történetünk című magazin műsorunkat, méghozzá természet közeli témákkal. A jó idő közeletével egyre többen húznak bakancsot szabadidejükben, és hagyják maguk mögött a zsúfolt városokat. Így van, és erre most még több okuk lehet, hiszen március a barlangok hónapja, amelyre számos programmal készül a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Erről beszélgetünk a következő percekben az intézmény munkatársával, Kozma Attilával, és ezt muszáj olvasnom az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály környezeti nevelési csoportjának vezetőjével. Szia, jó estét kívánok, köszönjük, hogy eljöttél. Gyorsan beszéljünk a programokról, milyen programok vannak, aztán majd kicsit belemegyünk itt a barlangászkodásba is. Akkor nagyon röviden a barlangok hónapja, az nem csak itt nálunk zajlik, hanem az egész országban. A Nemzeti Park igazgatóságok, már azon igazgatóságok, akinek a területén vannak barlangok, azoknak egy ilyen közös figyelemfelhívó kampánya, de hát ez már gyakorlatilag egy évtizede minden évben ugyanígy zajlik. És hát ehhez csatlakozva mi is március hónapban. Már el is kezdtük ugyan elmúlt szombaton itt a Heves megye egyetlen cseppkő barlangjának mondott eszterházkői barlangban volt egy túránk. Aztán a következő az pont most lesz a következő szombaton. Tehát igyekszünk ezekre a hétvégekre olyan programokat meghirdetni, amik egyébként is elérhetőek, csak hogy általában 4 vagy 5 fős csoportok számára megrendelhetők. Mert ugye ezek a barlangok egy része, nem mondom, hogy mindegyik, mert van kiépített is, de egy része az nem nyitvatartásra rendelkezik, hanem előre megrendelhető. Barlangi túravezetők állnak rendelkezésre. És akkor ez azt jelenti, bocsánat, hogy nem is lehet bemenni akkor, amikor nincs szervezett túra hozzá, ugye? Hát igen, úgy. Annyira nem lehet bemenni, hogy ezeknek a legnagyobb része le is van zárva. Olyan megoldásokkal, amin keresztül a denevérek tudnak például a denevérek kibe közlekedni, de ilyen vasrácsos megoldásokkal vagy biztonsági ajtókkal le vannak zárva. Hát több okból is, egyrészt az élővilág, ami oda benn található, másrészt a föld felszín alatti természet értékek, hát gondoljunk itt a cseppkő képződményekre, egyébként a Bükk is nagyon-nagyon jól el van látva ezekben, és hát van olyan barlang, ami kimondottan azért nem látogatható, mert olyan gyönyörű cseppkő képződmények vannak benne, hogy azt azért már maguk a barlangászok is visszahőkölnek, hogy ide nem szabad bemenni se, bizonyos részein. Aztán a másik meg az, hogy baleset veszélyes dolog, tehát hogyha nyitva van egy barlang és valaki bemegy, akkor azért elég könnyen lehet balesetet szenvedni. A barlangi mentés meg egyébként is egy nagyon-nagyon problémás dolog, tehát ott azért, ha egyáltalán tudtára jut valakinek, vagy tudtára tudja adni valakinek, hogy ott balesetet szenvedett, akkor az tényleg nagyon nehéz. Az meg a Bükk talán országos szinten arról is híres, hogy itt vannak a legmélyebb barlangok, ez jellemzően víznyelő barlangokból nagyon sok van, a legmélyebb egyébként már 300 méternél mélyebb. És ezek föl majdnem függőleges kürtővel mennek lefelé, tehát a nevében is benne vagy valamikor a vizet benyelte, elvezette, és hát itt azért vagy kötéltechnikával lehet csak közlekedni, egyes helyeken vannak kiépítve létrák, vagy tényleg olyan kanyargós, hogy azért nehéz menne fel közlekedni, de hát ez azért tényleg nem engedhető meg, hogy ebben bárki szabadon közlekedjen. Amellett, hogy vannak olyan barlangok is, amik meg teljesen szabadon látogathatóak, meg megközelíthetőek, sőt turista út is vezet hozzájuk. Jellemzően ezek a ősember barlangként elhíresült, nagy szádájú, ilyen istálos, kői, szeleta barlang, subajuk és hasonlók, amik tényleg nagyon lépszerűek és közkedveltek, látogatottak. Hogyan lehet jelentkezni hozzátok egy-egy szakvezetett barlangtúrára? Nekünk a honlapunk alapvetően ezeknek a gyűjtője, ott meg lehet találni minden információt. Ezekre a vezetett túrákra ott lehet jelentkezni, tehát 4 vagy 5 fős csapatok tudnak foglalni már egy ilyen vezetett túrát, de hát mi magunk is hirdetünk olyan alkalmakat, mint például a elmúlt szombat az eszterházkői barlangban, hogy akár egy fővel is bárki csatlakozhat. Évente azért többször szoktunk ilyet, mert hogy van ez a barlangok hónapja, aztán van nemzeti parkok hete a nyáron, van barlangok világnapja, tehát ilyenkor azért gyakran szoktunk oda hirdetni. De hát van olyan barlangunk is, a Lilafüredi két barlang, a Szent István barlang, illetve az Anna barlang, amik pedig tényleg kiépítettek, világítás van, lépcső van, és hát nyitvatartás van, tehát azt az év minden napján lehet látogatni.
Vannak esetleg olyan barlangtúrák, amihez már tényleg gyakorlat szükséges, és igen, amit mondjuk kérdezni, kezdőknek hogy... nem ajánlanátok? Igen. Hát persze, a Bükkben ezernyi barlang van, ezeknek a nagy része azért csak barlangászok, tehát képzett barlangászok által látogathatóak, és ott, mint ahogy említettem, a kötéltechnika is egy ilyen képzésnek az egy alapvető része, hogy tehát ez úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy alpinista munka, vagy a sziklamászó, csak ez még annyiban speciálisabb, hogy szűk helyeken, föld alatt talán még problémásabb a mentés, meg a hasonlók. Mit tudtok adni azoknak az embereknek, akik képletesen mondva természetesen, akik jelentkeznek hozzátok egy ilyen túrára, tehát hogy mit is takar az a túravezetés, szakszerű barlang túravezetés? Mi igyekszünk ezt olyan információkkal megtűzdelni, hogy mindenféle barlangon kapcsolatos dologról, tehát az élővilágról, a barlangnak a felfedezésének a körülményeiről, vagy egyáltalán a barlangok keletkezéséről, tehát ilyen földrajz óraszerűen is elő lehet adni. Szoktuk is egyébként iskolás csoportoknak is, például ez a Esztenszkői barlang, ez kimondottan alkalmas erre, hogy oda gyerekcsoportokat is be tudunk vinni, mert hogy azért azzal kezdtük, hogy micsoda barlangok vannak itt, azért vannak könnyű barlangok is, meg egyszerűen járható barlangok is, úgyhogy ezeket részesítjük előnyben akkor, hogyha bemutatásról van szó. Úgyhogy van átmenet is, vannak könnyű, közepesen nehéz, illetve extrémebb túrák is, és hát minden egyes esetben. Hát az Esztenszkői az mondhatjuk, hogy a legkönnyebb, illetve ezért is van, hogy mi magunk is vezetünk ide túrákat, de mi nem kimondottan barlangi túravezetők vagyunk. Vannak olyan szerződött túravezetőink, akik meg barlangkutatók, képzett barlangászok, tehát ők is nagyon sok mindent tudnak mesélni ezekről a barlangokról. Illetve a régészeti leletekről is például, mert hát a mostani az a Kőlyukban lesz a szombati túra. Uh-huh. Őt nagyon sokak által ismert közszereplőnek mondható ember vezeti, Regős József, és hát ő tényleg rengeteget fog beszélni. Illetve itt például barlangi medvecsontokat is meg lehet figyelni ebben a barlangban. Említetted a Subajuk barlangot is, mondjuk melyek azok a barlangok még így a környéken, amit tényleg önállóan is lehet látogatni? Hát, hogy a legközelebb földrajzilag végül is innen Egertől majdnem egyforma távolságra vannak, tehát Cserépfaluból, a Horvölgyből érhető el a Subajuk. Ott már van egy látogató számlálónk is, úgyhogy tudjuk, hogy ezért nagyjából, hogy most nem vagyok teljesen képben a számokkal, de ilyen 11-néhány ezer fő látogatja meg évente. Tehát ott elég nagy a forgalom, ennél azért talán sokkal nagyobb, azt pontosan nem tudjuk, de többszöröse lehet az Istállóskői barlang, szerintem az viheti a prímet, bár annak most a megközelítése nem a legjobb, mert volt egy ilyen fakidőléses idő, ha jól emlékszem, 2017-ben vagy 2008-ban, amikor az odavezető kiépített út, az megsemmisült, és hát azóta sem sikerült ezt biztonsággal megoldani, de ennek ellenére ott nagyon sokan közlekednek. Tudományos szempontból is nagyon ismert a Szeleta barlang, a Szeleta kultúra erről kapta a nevét, amit a Bükkben le lett írva. Ez egy ilyen 31-néhány ezer évvel ezelőtt itt élt népességnek a összefoglaló neve, mert hogy a világon máshol ugyanilyen eszközöket például nem találtak. Ez a ilyen babérlevél alakú lándzsa nyél, például ez a legjellegzetesebb lelete, amiket ezekben a barlangokban megtaláltak. És hát a barlang répás után található. Emellett egyébként van jó néhány olyan barlang, ahol őségészeti leleteket lehetett találni. Ez nem csak minden esetben az embereknek a nyomait jelenti, hanem növények maradványai, állati maradványok, mint például a barlangi medve az volt említve. Az a legjellemzőbb, de rágcsálók, meg mindenféle ott élt, vagy a folyók, patakok által oda behordott maradványok is
megtalálhatók, ami meg tudományos szempontból azért fontos, mert hogy ezeket vizsgálva lehet következtetni az egyes rétegeket, ugye manapság már nagyon pontosan be lehet határozni, hogy mikor keletkeztek, mikor kerültek oda, és akkor a benne élő állatok nyomaiból ki lehet következtetni, hogy milyen volt a akkori időjárás, a klíma, a környezet, illetve ugyanígy a növényeknek a maradványaiból is. Hát akkor, kedves nézőink, barlangra föl márciusban, de nem csak márciusban egyébként. Tavasszal jellemzően jobb vagy nyáron, mikor érdemes barlangot felfedezni? Hát nyáron nagyon jó hűvös van benne, amikor kánikula van, télen igazából enyhének vagy melegnek is mondható némelyik, mert olyan 8-10 fokos állandó hőmérséklet van, nem fúj benne a szél, úgyhogy igazából bármikor. Bármikor lehet, de a barlangok hónapja most márciusban van, egyébként meg természetbe ki mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.